Taram da tam da tam da tam tam da 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 dam dam. Lacika, szar az interneted. Buy better internet. Sajnálom, Lacika, remélem, hogy hamar rendbe jön. Azt a kurva drága, te gyors, a gépet már be is töltött. Nos, kedves nagyon kedves srácok, legutoljára ott hagytuk abba a kis kalandozásunkat, hogy ugyebár úgy kezdtük a játékot, hogy eljöttünk erre az Isten háta mögötti vidékre egy halott nő ügyében nyomozni, és helikopterrel érkeztünk meg, drága feleségünk és drága főhősünk lezuhant egy meghibásodás követően, és megtaláltuk ezt a templom kapu nevezető érdekes közösséget, akik ez egy olyan hely, amit ilyen nagyon fura vallás fanatikus emberek laknak. Három csoportjuk van egész konkrétan: a keresztények, a pikkelyesek, és vannak az eretnekek, és a lényeg az, hogy főhősünket és a feleségünket egy nagyon rossz jelnek veszik a mi érkezésünket, és szentül meg vannak arról győződve, hogy a feleségünk terhes. És emiatt a keresztények azt hiszik, hogy a feleségünkben lévő, fejlődő, növekvő gyermek maga az Antikrisztus, és mindenképpen meg akarják szabadítani a feleségünk gyermekétől a világot. No de erre az eretnekek a keresztényektől elrabolták a feleségünket, és elvitték őt a közeli bányába, ahol biztonságban akarják tartani megszülessen az Antikrisztus. Mi pedig utánuk mentünk volna ezen a csodálatos vasúti hídon át, de sajnos lepottyantunk, és elvileg meg fogunk érkezni a játék azon helyszíneire, ahol ezek a pikkelyes fazonok élnek, akiket mind a két csoport, a különböző két csoport elutasít, mert ők elvileg betegek, és nagyon csúnya bőrbetegségük van. Nézzük csak. Á, Csubi is itt van. Szervusz, kedves Csubi. És sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit itt az élő adásban. Na, akkor nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele. Nézzük meg, hogy ezek az emberek milyen szépek. Apropó, előtte, hadd nézzem, csak mennyi elemem van. Összesen egy darab tartalék elemem van, és három kötszerem. Na, és a jelenlegi feladatunk az, hogy találjunk egy alternatív útvonalat a bányába, ahol az eretnekek rejtőznek. Szuper. Szépen lefekszünk ide a pocsolyába, és átkúszunk a faág alatt. Amit szerintem igazából simán át is mászhattunk volna. Nem lenne a sok csúnya ág, ami megvágna a kis bőrünket, hogy bibisek lennénk. Hoppint, ordibálásokat hallok a háttérben. Valaki nagyon megijedt valamitől, vagy csak valami rettentő fájdalmas szar hagyta el a seggét. Na, van itt egy extra elem. Egy szegény szerencsétlen, illetve egy feljegyzés, ami szerencsére egész rövid, szóval nem kell túl sok időt azzal elpazarolnom, hogy próbálom lefordítani. Nézzük csak. This fuckworm mistook his blessing for sickness and tried to live and I broke him. Do not make his mistakes or commit his sins. God and his prophet love you. Nézzük csak. Ez a faszfej véletlenül betegségnek hitte az ő áldását, és megpróbált elszökni, de megtörte őt. Ne kövessétek el ugyanezt a hibát, amit ő is elkövetett, és ne kövessétek el ugyanazokat a bűnöket, amiket ő elkövetett. Isten és a profétája szeret titeket. Oké. Igyekszem. Igyekszem jó gyerek lenni. És a lehető legjobbat kihozni ebből a szituációból. Jó, ez itt egy point of no return volt, amin most átmásztunk. Közben igyekszem itt a chatre is figyelni, kedves lányok, kedves srácok, de nem feltétlenül fog úgy menni, mint amikor... Hello. Nagyon érdekesen mozgott itt a fű, de nem fogja olyan jól menni, mint amikor az én gépemnél ülök, szóval sajnálom. Hello! Hello! Igen, akkor maga miatt mozgott itt a fű, kedves négy lábon mászkáló úriember, aki most már sehol nincs. Jó. Aki most már sehol nincs, mert erre elhuncutkodta magát. Nekem pedig
Gondolom valahogy át kéne jutnom ezen az akadályon. Úgyhogy bemászok ebbe a farönkbe, értem. Nem tudom, hogy miért rászkodik körülöttünk ez a farönk. Remélem valami huncut ember nem csapkodta itt a farönköt, miközben én átmásztam rajta. Ó, oh, bassza, meg már merül is az elem. Oh, hello! Ó! Oh. Innentől betegség. Isten áldjon. Oké. Okay. Nézzük csak, mit kommentál erre főhősünk? Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Hát jó. Igen, innentől kezdve betegség jeleit lehet látni, szóval más irányba kell mennünk. Ami ez lesz. Hopp. Ó, de jó, még egy feljegyzés. Egy holttest mellett. Kukucs. Na, hadd nézem a feljegyzést. Még szerencse, hogy én kamera felvételnél így is külön el tudom olvasni a feljegyzéseket. Na, nézzük csak. Welcome to this place of spiritual healing. Isten hozott ezen a helyen, ahol ahol szellemileg meggyógyulhatsz. You are scared and you're sick. Félsz és beteg is vagy. Ahogyan ennek lennie kell. És tele vagy megbánással, ahogy ennek lennie kell. Nem is megbánással, bocsánat, hanem szégyennel. Tele vagy szégyennel, perjel megbánással, ahogy ennek lennie kell. Tudod, hogy nem lennél itt, ha csak nem lennének meg a saját bűneid. De én ismét csodálatossá és tisztává tehetlek téged újra. Ó. Oh. Amikor ez a betegség először feltűnt, és elterjedt a templom kapun, Not atya bölcsességében és kegyelmében felismerte, hogy ez egy spirituális affliction. Drágaság, kérhetek tőled Google fordító segítséget, szívecske? Köszönöm szépen. Affliction. Afflictionnak kell leírni. Ez itt. Affliction. Szuper. Szenvedés. Oké. Okay. Szóval Not atya nagy bölcsességében és kegyességében spirituális szenvedésnek azonosította ezt a betegségnek. Ezt a betegséget. Ó. Oh. Ne higgyetek azoknak az aljas embereknek, akik azt mondják nektek, hogy szifiliszetek vagy hasmenésetek van, mert ezek külvilági hazugságok. Édes Istenem. Hasmenésed van. Az azért van, mert benned lakozik az ördög, és ki kell őt szarni. Úgy van. Nézzük csak, ez a lélek betegsége, és csak a lelked megtisztítása után lehetsz ismét egészséges. Maradj igaz, maradj engedelmes Istenhez és Not atyához, különösképpen Lairdhez, a fő lelkészhez, a fő segédlelkészéhez, Lairdhez. Isten és a profétája szeret téged. Szörnyű. Sikkes katona azt mondja, hogy a gonorrhea az nem hasmenés. Mi is a gonorrhea, szívecském? Hogyha nem hasmenés? Valami olyan rosszul lét, mindjárt betűzöm, hogy van.
Itt van mi, mutatom oda. Ez biztos vagyok benne, hogy valamilyen hasmenéssel kapcsolatos dolog. Hogy? Valamilyen fertőzés. Vagy húgyuti fertőzés, azt mondja. Nemi betegség. Jó, mindenki tudja rajtam kívül, hogy a ganúria az nemi betegség, nem pedig fosás. Ez nagyon jó. Több szöveget nem fordítok le nektek, jó? Akkor s mondá az úr, bárkinek nemi betegsége vagy húgyuti fertőzése van, menjen és baszódjon meg. Igen, Lacika, ez a mai stream is guszta lesz. A picsába, egy pillanatra azt hittem, hogy Márta van itt előttem, de nem, egy fokkal rosszabbul néz ki. Ez a mai élőadás olyan lesz, hogy itt huncutkodás lesz. Melyik gomb is a távolsági mikrofon? Melyik az? Á, V betű. Szuper. Oké, azt hittem valami izgalmasat fogsz nekem mondani. A kisasszony azt mondja, hogy valaki valaki sáskákkal együtt fog leszállni az égből, hogy meggyógyítsa az ő betegségüket. Pikkelyes Krisztus, az ő Krisztusok. Kérlek, Istenem, segíts! Igen, elég csúnya bőrbetegségük van szegényeknek, és olyan soványok, hogy még a csontjuk is látszik. Wow. Igen, Csubi, ez valóban költészet. Ó, szegény szerencsétlen. Hello! Jézusom, hogy néznek ki szegények. Ameddig bírjuk, drága. Oké. Nem tudom, hogy ez a mai élőadás pontosan meddig fog tartani is, kacok. Játszunk, ameddig bírjuk, vagy ameddig végig nem játszunk a játékot. Úgy látom, hogy itt át lehet mászni. Itt a sok-sok undorító cucc között. Hát, próbáljuk ki. Hopp, az meg! Azt a kurva. Szegény szerencsétlen lehányt minket. És azt mondta, hogy ez kegyelem, amit most csinál felünk. Jó, köszönöm, akkor én most megmártózom még egyszer. Nagyon kedves. Amúgy, várjon, csak lehet, hogy ez annyira nem jó ötlet, mert szerintem pombos másztam át a WC-jükön kétszer is ráadásul, szóval most már olyan mindegy, hogy mit öntenek rám. Fúj! Fúj, bassza meg. Ah! Jaj, a vicc kedvére, oda megyünk ehhez a kisasszonyhoz is. Hello. Oké, te legalább kultúrember vagy, és nem okátsz el minket, azt mondta. Hey. Egymás hátát vakargatják, milyen segítőkészek. Oh. Neked hol a karod maradék része? Valószínűleg lepottyant. Ja, Istenem, jó, ki, arra nem megyünk. Hello. Te valami nagyon huncut dolgot fogsz itt művelni, hogy erre elmerészerek menni, mi? Nem megyek arra. Inkább megyek erre, itt többen vannak, itt biztos jobb. Jobb eséllyel. Fogok tudni átjutni. Igen, próbálják egymást, gondolom, tisztogatni. Hát amennyire szegényeknek ez megy. Nem tudok felmászni? Dehogy nem. Hopp. Ó, aha, egy feljegyzésért jöttem ide. Ó, negyedik chapter, szuper dolgok, amiket nem tudok lefordítani. Ó, Istenkém. Igen, vallási hülye szöveg, nem kérem, köszönöm. Ha már azt sem tudom, hogy mi a ganoria, akkor ilyen vallási szövegeket sem fogok tudni lefordítani ma, az biztos.
Hopp, itt lehet felfelé is menni. Hello! Tudtam én, hogy WC-n másztam át. Jó, biztos nem bánja. Kop-kop. Nem enged be minket sajnos, pedig ott egy írásos feljegyzés. Ha jól láttam. Ott mi? Az bizony úgy néz ki, mintha valami, amit fel lehetne venni. De lemerem fogadni, én megint a WC-n keresztül kell bemásznom. Miért is ne? Na jó, van a rondaság, essünk túl rajta. Na, nekem így is jó. Hú, bazd meg! Ez most miért kellett? Ó, jaj. Miért kellett ezt csinálnod velem? Szia! Ow! Igen, azért kezdtek el engem csapkodni, mert én nem vagyok ilyen csúnya, mint ők. Itt vagy még te, szörnyű ember. Köszönöm. Jó, szuper gyorsan felrohanunk itt, bemegyünk a WC-n keresztül. Á, te most kinyitottad szépen a lakásodat. Engedd meg, hogy kicsukjalak. És engedd meg, hogy bezárjam mögötted az ajtót. Mert nekem kell a rádióból az elemed. És nekem kell ez itt. Egy újabb chapter. Ebből a bolondos-bolondos evangéliumból. Ó, és ez két oldalas ráadásul. Kettő oldal, amit nem fogok elolvasni. Bocsássatok meg nekem, de nem. Nagy Isten, át kell itt rohannom, akkor ne szopassam meg magamat azért, hogy bezártam az ajtót. Hú! Az Isten verjen meg. Az Isten verjen meg. Miért nem tudok átkuszni a WC-den? Kérlek, hadd kusszak át, mert ezek itt bántanak engem. Oké, zárjuk be. És keressünk felszereléseket. Oh, hello! Szuper, na ezt le fogom fordítani, mert ez nem olyan hangos, és közben... Ujjajaj, olvasás közben ezek jönnek ám befelé. Szóval én nagyon gyorsan kijövök itt. És majd később olvassuk el ezt a feljegyzést, mert ez így nem jó. Barátom. Ezeket az ablakokat nem lehet kinyitni. És nem igazán értem, hogy ezt most pontosan miért mondja a kisasszony, amit mond. Menjünk ide szépen óvatosan be. Ó, oké. Itt valószínűleg nem szeretném felkelteni, itt egy elem. Más érdekesség? Úgy látom nincs, szóval megyünk innen kifelé. Csukjuk be... Á! Au, 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 au! Au! Miért nem tudok elmenni? Miért nem tudok elfutni? Kérlek szépen, engedjetek el! Beragadtam egy táboltúz is kettő szerencsétlen közé. Csókolom. Hogy a víz verjen ki titeket, hogy előről kell kezdenem az egészet. Semmi gond, a feljegyzéseket legalább nem kell felvennem, mert azokat... Azokat azt hiszem regisztrálja a játék. Így viszont már el tudom olvasni azt, amit legutoljára vettem föl. Igen, ez Laird főlelkésznek szóló... Szóló íromány. Egészségetekre.
Azt a kurva. Erre is egy feljegyzés volt, ha jól emlékszem rá. Szóval még egyszer nem kell arra mennem. Itt huncutság lesz. Itt nem tudom, hogy volt-e esetleg elem. Ja, de zárva volt az ajtó. Igen. Ezért ezt nem bántjuk. Oké, szóval el kell indítanunk ezt a szerencsétlent, aki jön a késsel és bántani szeretne minket. Jaha, ott jön. Szuper. Ezzel nincsen semmi gond. Igen, te is belém fogsz vágni, mert megteheted. Áú! Kérlek, ne kapjál el, ne kapjál el! Ó! Jó. Most be tudunk gyorsan mászni ide. Megvárni a úriembert, még kimegy. Köszönöm. Be is csukja maga után az ajtót, mert olyan jó gyerek. Kérjük az elemet. Megyünk kifelé. Pisildéjükünk keresztül. Ezek annyit pisülnek, hogy be se issza a föld. Szinte hihetetlen, de igaz. Oké, te rossz arcú vagy? Nem igazán tudom eldönteni, az, az igazság. Most melyik gondolja úgy, hogy nekem támad vagy sem. Ah, igen, nála van kés, szóval... vele lehetnek gondok. Gyorsan meg is akadályozok azzal, hogy ezt bezárjuk. Oké. Okay. Ezek a mocskok, szegények csak hánynak, meg minden undormány dolgot csinálnak, mert nem tudnak más csinálni egész nap. Szegények úgy szenvednek. Ezt be tudom zárni. Ó, igen. Neked itt nincsen WC-d, barátom. Leprás szekta gettó az a legjobb, kedves Csubi. Jó. Ó, oh, hello! Ott valami történik a túloldalon. Hello! Wow! Ez a Mortal Kombatból az egyik karakter, aki... ne most nézzük meg, ne most nézzük meg, mert látom, hogy jött a távolba valaki. És nem biztos, hogy jó. Hogyha elkap. Oké, erre kell majd felfelé mennünk. Gyorsan nézzük meg ezt a videófelvételt, amit felvettünk. Azt láttuk, hogy egy nagy darab hátán utazó kis fazon lenyilazott valakit. Így van. És a nagy darab csávó kezében van egy lámpa. És a kis hapsi, aki a hátán van, lenyilazott valakit, aki gondolom menekült. Oké, te valószínűleg ártó szándékú ember vagy, mert te mászkálsz. Felrapper Thor, igen Csubi, ők azok bizony. Igen, a Outlast-ekben a mászkáló emberek általában ártó szándékúak, akik nem csinálnak semmit, csak azok csak egy helyben szenvednek és kész. Az igazság az, hogy nem tudom, hogy itt tovább hátrébb van-e esetleg valami. Valószínűleg ez a kedves úriember, akit láttunk itt a nagy darab hapsi hátán utazni, ő a fő lelkész, aki itt segít Not atyának megtartani a jó kedvet és a boldogságot. Na jó van. Itt akkor mászunk fel. Mászunk ki ebből a lepratanyából, és mi volt ez az izgalmas zene, amit itt elkezdődött itt hirtelen? Jó, ott erre kell tovább másznunk, szépen óvatosan. Oké. Menjünk szépen. Kérlek szépen, barátom, másszál fel itt, köszönöm. Hopp! Hú, te! Oké, lecsaptak minket. És...
Meg kell várnom, míg főhősünk szépen lassan fel kell. És felveszi a szemüvegét, mert az fontos, anélkül nem lát. Ez csúnya dolog volt. Ennek annyira nem örültem, de... Téged, mintha már egyszer láttalak volna. Oké, most vagyunk a kapu másik oldalán. Valahol itt nyilaszta le a főlelkész a egyik szegény szerencsétlent. Igen, a kéz nélküli muki odavágott, pedig ettől függetlenül egy kis csonkja van, amivel meg tudott minket etetni. Wow! Ojjaj! Igen, ő lövöldöz, pontosan. Franc, gondolom el kéne menekülnünk. Ez így csodálatos. Pikkelyes Krisztusnak említett minket ez a csóka. Mikrofon. Oké, itt vannak előttünk. Sajnos az éjjellátóval nem látok jobban jelen pillanatban. Olyan sűrű magas fűben vagyok. Igen, pontosan itt állnak előttem. Most mennek arrébb. Igen, pontosan olyan, mint a Mortal Kombat 10-ből a Fera Thor karakter. Nagy darab, ronda fazon nyakából ül ez a kis csóka. Kis fegyverével. És a nagy darab fazonnak a kezében van egy lámpás. Amivel világít. Kicsit itt maradok. Ugye kurva rondák vagytok. Aha. Amerre mutat, a nagy fazon arra megy. És mi van, ha a kis csávónak fingania kell, vagy bármi? Szegény segítőjét nyakba fingja. Merre vagytok? Oké. Ezekben a sátrakban is tök jól el lehetne bújni, hogyha lehasalok, de nem szeretném, mert akkor nagyon lassú lennék. Na most megpróbálunk elszelelni. Igen, be tudok mászni. És ez tök jó. Itt nagyon finom dolgok vannak itt a földön. Na, közben látom itt a chatben Big Smoke-nak a rendelését akarják utánozni, feleleveníteni. Number 9 large. Number 8 extra dip. De csak annyi dolgunk lett volna, hogy kövessük azt az istenverte vonatot, CJ. Ójaj. Te kurva rondák vagytok. A kis csávó egy övvel van oda rögzítve a csávónak a fejéhez. Na, megpróbálok most elszerelni. Remélvén, hogy... Remélvén, hogy jó vagyok. Észrevettek és lőnek rám. Semmi gond, én itt be tudok csusszanni? Szuper, csúsz befelé. Hello! A pillanatra azt mondom, hogy kék halálunk van. De nem, ez a... Megint látomásunk van, megint az iskolában vagyunk, és pont itt nézett minket a... papbácsi. És mi be vagyunk bújva egy... szekrénybe. Jessica ott rohangált, mondta, hogy Blake, menjünk arra, és ha jól hallom, kicsöngettek. Minden gyerek azt szereti a legjobban az iskolában, amikor kicsöngetnek.